Hogy elveszítettük az arany és az ezüstérmet, vagy megszereztük a bronzérmet, azon lehet tanakodni, az viszont bizonyos. 13 NB1-es csapat irigykedve figyelte, hogy az Eto'o dobogóra léphetett. Ezekkel a szavakkal köszöntötte Horváthy Attila klubmenedzser a szurkolókat, akik türelemmel vették tudomásul, hogy 3/4 órával később kezdődött az ankét. Érdemes volt várni, mert az elmúlt szezonban szerzett bronzérmet most adta át hivatalosan az MLS képviselője és Tarsoly Csaba elnök tulajdonos. A pontokat tekintve a 2011-12-es évad volt az Eto'o eddigi legsikeresebb esztendeje. A csütörtök este érmet kapók közül akad jó néhány távozó: Zsiparana, Nicolas Seolin, Giorgi Ganugrava, Linas Pilibaitis, Fehér Zoltán, Valentin Babics és Szabó Otto elhagyta a zöldfehéreket. Kis Máté és Windecker József Siópokon szerepel majd kölcsönben, míg Simon András és Nacsa Péter Pápán, Zámbó Bence pedig Kaposváron. Én elmondtam, hogy mindenkit, aki akár itt fejezi be a játékos pályafutását, akár itt az Eto'onál volt, és szándékozik a klubnak valamilyen szinten a részéről válni, azokat várjuk vissza. Az ankéton bemutatták a klub 6 új igazolását is. Lipták Zoltán, Nemanja Andrić, Lang Ádám, Rok Kronaveter, Mihály Svec és Mihály Dina egyaránt mondott magáról néhány mondatot. Az Eto'o célkitűzése ebben a szezonban is a nemzetközi kupa szereplés kivívása. A zöldfehérek mindjárt az első fordulóban jövő szombaton a Debrecen elleni rangadón avathatják fel új szerelésüket.